A jel Írta Ambrus Attila József Előadja a szerző Apám még húsz éves volt, de ment, mert úgy érezte most tehet valamit a hazáért. Azért a hazáért, melyben kicsinke remény szikrája gyúlt arra, hogy akkor november elején minden megváltozhat örökre. Pár napja érkeztek meg az orosz tankok Pécsre, és ő ment, mert mennie kellett egyetemistaként nem értett a fegyverekhez, de volt néhány napja arra, hogy egy öreg bányásztól megtanulja a puska kezelését. Ott volt november 6-án a mecsek előtti kanyarban. Ő biztosította ki a kézigránátokat, melyeket egy katona viselt munkás ember kezébe adogatott, közben mindig számolt háromig, aztán adta a következőt. A munkás célzott és dobott. Nem ismerték egymást, Apám sem előtte, sem utána nem látta soha többé, de akkor ott csak egymásban bízhattak. Úgy röpködtek a tankok gépuskáinak lövedékei körülöttük, hogy a fejüket sem tudták kidugni a septében felállított harckocsi akadály mögül. Aztán egy hatalmas robbanás rázta meg őket, és társaik örömújongásait halva mégis kikukucskált. Az egyik orosz tank lánctalpa hatalmas kerregéssel szaladt le tengejéről, az égő T-34-esből kimászó megszálló katonákra erős tüzet zúdítottak az ellenállók. A másik tank lövege ekkor feléjük fordult. Az egyik hivatásos katona apámat a gravancánál fogva átgurította az út túloldalára. Apám csak egy villanást látott, majd a rázuhanó törmelék elvakította. Fülei éles sípóló hangot hallottak, és mintha minden lassított felvétellé dermet volna körülötte a hátán feküdt. Nem hallott semmit, csak egy géppisztoly torkolat tüzét látta maga előtt. A társai hátráva menekültek, közben érezte, hogy valaki a pufajkája gallériánál fogva ráncigálja az útmenti árok felé. Lábaival lökve segítette magát, miközben a hátán csúszott, majd belegurult az árokba és hasonfekve elájult. Amikor magához tért, egyedül volt. Vérzett a füle és szédelgett. Az úttesten halottakat és szétszórt emberi testrészeket látott. Lassan oldalra fordult, de sem ellenség, sem barát nem volt körülötte. Várt kicsit, majd csúszva-mászva kikászálódott az árokból. Nem mozdult semmi. Leporolta magát és gyors léptekkel elindult a mecsek felé halkan dúdolgatott, hogy hallja -e a saját hangját. Tudta, hogy sietnie kell, mert a dömör kapunál gyülekeznek szétvert társai. Az erdőben többekkel is találkozott, sokuknak át volt lőve a karjuk, lábuk, és sok más sebből is véreztek. Rettenetesen piszkosak voltak mindannyian. Fogcsikorgatva, de mentek kiszemelt céljuk felé. Kis idő múlva egy fiatal suhanc odasodródott hozzá, és újongva mondta apámnak, hogy egy orosz őrnagyot sikerült lekaszálniuk, aki az égő parancsnoki tangból mászott elő. Később elterjedt a híre, hogy bizony Kornyuzsin parancsnokot lőtték ott szitává a mecsek kapunál. Ezt az oroszok tagadták, de tény, hogy ezután a rettenetes nap után már csak Bojcov gárda ezredes parancsai voltak érvényben az oroszoknál. Apám és harcostársai napokig bujkáltak a mecsekben. Horváth Géza doktor a gazda vigyázott rájuk. Felerősödtek kicsit és merész terveket szőttek, de aztán menniük kellett, mert magyar kollaboránsok segítettek az oroszoknak felszámolni az ellenálló csoportokat, ezért félő volt, hogy előbb-utóbb rájuk találnak. November 12-én vágott pusztán az ottó szakaszhoz sorozták apámat, aki főleg a lőszerek cipelésében vett részt. Addigra már csak pár százan maradtak az első napok több ezres létszámához képest. Sokan elestek, de még többen leléptek. A Pécsváradi rendőrkapitányságot november 14-én támadták meg Málics Otto vezetésével. Apám utolsó harcos napja ez a nap volt. Otto bácsit a szem előtt lőtték fejbe. Azt sem tudta sohasem elfelejteni, hogy egy nálánál alig idősebb rendőrfiút az ő szabadságharcos társai hogyan koncoltak fel, miután az már megadta magát. Talán akkor tört el valami apámban. Sok halált látott addigra, de ekkor értette meg végkép, hogy nem nyerhetnek. Ilyen áron nem is lenne értelme. Nem kellett harcolni a többé. Napokig őt küldték be a városba, hogy gyógyszert és élelmiszert vigyen a felkelők táborába. Mivel fiatal volt, talán rá kevésbé gyanakodhattak volna az oroszok. Úgy gondolták az öregek, hogy a simulékony kölyök képe egyben a védelme is. Apám később sokszor mesélte, hogy a nyílt utcán járőröztek a karhatalmisták, és igazoltattak mindenkit, akik az útjukba kerültek egyik este látta, hogy egy idősebb embert a falhoz állítottak motozásra, majd az egyik magyar tiszt minden szó nélkül tarkon lőtte. Jeges rémület szorította ökölbe apám szívét, de rezzen istelen arccal próbált tovább menni, amikor hallotta, hogy hátulról őt szólítják röhögve. Próbált úgy tenni, mint aki nem hallja, komótosan lépdelt a sarok felé, a motyóját a hasához szorítva. Aztán ordibálást hallott, és ő a sarkon befordulva szétszórt a terhét, és futásnak erett. A torkában dobogott a szíve, homlokán kidagadtak az erek, és a félelemtől alig kapott levegőt. Pisztolylövéseket hallott a háta mögül, majd egy tank által félig lerombolt házon keresztül futva az egyik könyves polcokkal elbarikádozott terembe mászott az egyik megrogyott fal mellett lekuporodott az egyik állványzat mögé bújva. Hallotta a katona csizmák kopogását és a részek káromkodást, ahogy keresték. Apám behunyta a szemét és várta a halált. Nem mozdult. Szoborrá merevedve várt, majd hallotta, ahogyan az ávósok szitkozódva mérgükben lövöldözni kezdtek a teremben. Az egyik lövedék a kuporgó apám feje fölött ferdén fúródott a falba, de ő nem mozdult, csak a szemei mozdultak. Egész éjjel ott maradt saját magába roskadva, aztán a fáradtságtól és a gyengeségtől elaludt. Reggelre teljesen elgémberedve, átfagyva lassan kezdett magához térni. Óvatosan kikémlelt a könyvek közül, aztán hosszú hallgatódzás után kikászálódott. Nem ment haza többé, azonnyomban elindult a határ felé, és meg sem állt Amerikáig. Sok évvel később, amikor már felnőttként megérthettem, hogy apám mit élt át utolsó napjaiban Magyarországon, akkor mindig mondta nekem, hogy azon az éjjelen az a golyó mutatta meg neki a jövőt, és akkor jött rá, hogy a jel Amerika felé tereli. Nem érezte magát hősnek, csak tette a dolgát. Egy átlagos apa volt, aki küzdött élete végéig az idegenben. Itthon nem mert mártír lenni, ezért elment, még akkor, mielőtt bezárult volna minden lehetőség. Tisztességgel nevelt fel és emberségre tanított bennünket. Ő nem békélt meg magával sohasem, de mi éreztük, hogy sohasem volt miért szégyenkeznie. Három hónapja temettük el. Kint. Nem akart magyar földben nyugodni. Mindig azt mondta, nem nyugodhatna, hiszen elment, amikor sokan az ismerősei közül harcoltak, és elhultak, mindegy száli. Lehet, hogy nem volt hős, de ember maradt mindörökre. Én most hazajöttem, mert jönnöm kellett. Két hónapig kutattam, végül megtaláltam a könyvet, aminek az életemet köszönhetem. Most már biztosan tudom, hogy apámnak nem kellett szégyenkeznie egyszerűen csak élni akart. Lassan hazamegyek, megbékéltem. Nincs már dolgom itt, amiért maradjak.